Trust me, I'm an engineer. Oh shit, I think I'm out of here. Sziasztok! A mai videóban egy picit visszatérünk a csatornának az alap témájához, elektronika, hobbi elektronika, meg hasonlók. Ugyanis ebben a videóban be fogok nektek mutatni egy kis modult, amit tudok, hogy bármilyen projektben könnyen felhasználhattok. Ez egy kis DC-DC konverter, amit eBay-ről lehet rendelni. Egy elem 2596-os kis DC-DC konverter modul, ami tulajdonképpen egy elem 2596-os IC némi körítéssel, meg egy voltmérővel az áramkörén is ennyi, kész. Kifújt. Egy nagyon egyszerű és könnyen beépíthető DC-DC konverter modul, egy feszültség leosztó tulajdonképpen, feszültség szabályzó, ami bárhol jól jöhet, ahol feszültség csökkentésre van szükség, és viszonylag nagy teljesítményre. Na, bontsuk is ki. Ez egy baromi egyszerű kis modul, tulajdonképpen egybe gyúrtak egy feszültségszabályzó modult, mert külön is lehet kapni ilyet, és egy feszültségmérő modult. Ha megnézitek, tulajdonképpen ebből áll az egész. Van egy bevenet, egy feszültségszabályzó, némi kiszolgáló a feszültségmérő modulnak, egy tekercs, egy potméter, kimeneti puffer és kimenet, ennyi. Ez pedig egy módváltó, amivel kibe lehet kapcsolni a feszültség mérőmodult, illetve lehet váltani, hogy a kimenet vagy a bemenet feszültségét mérje. Azon kívül tulajdonképpen ez a kis modul 20 wattos teljesítményt képes magából leadni. Azonban ez a 20 watt úgy értendő, hogyha előteljes hűtést adunk ennek a kis IC-nek. Én viszont nem próbálnám meg, mert ezek a koppintott kínai IC-k általában nem olyan túl jó minőségűek, mint amiről koppintották őket. Emellett pedig a bemeneti feszültséget 4-től 40 voltig adták meg, 40 voltig elvileg még jobb. Ezért nem értem, hogy miért van itt 35 voltos kondenzátor. Igazából ez az egyetlen kivetni valami találtam benne, hogy ha most ezt megküldöm 40 volttal, mert hogy ez rá van kötve direktbe ide. Ez a bemeneti puffer kondenzátor, ez illet volna legalább egy 45-50 voltosat ide rakni. De ez már csak egy részletkérdés. Én nem fogom 40 volttal hajtani, úgyhogy igazából nem probléma. És hűtésen fogok rátenni, úgyhogy igazából ez sem lesz probléma, mert nem fog akkora energiát keresztül vinni rajta. Ezt én egy ilyen kis asztali tápegységnek gondoltam megcsinálni, illetve nem csak ezt, hanem ezt is. Bizony, rögtön két modullal indítunk, csinálok egy ilyen kis dual tápegységet magamnak az asztalra, ami kisebb eszközöknek a megindítására teljesen tökéletes lesz, nem kell állandó alapterekkel szórakoznom, úgyhogy kis teljesítményű eszközöket ki lehet vele próbálni. Laptopot nem nagyon indítanék meg róla, de mondjuk egy tablet töltésére teljesen jó, hogyha esetleg nincsen töltőn vagy valami hasonló. Erre már tettem egy ilyen kis csatlakozót, mivel ezt már kipróbáltam, és nagyon jól működik egyébként, úgyhogy próbáljuk is ki, amihez viszont kell egy tápegység. Tápegységnek pedig ezt a kínai laptop töltő tápegységet fogom használni, AliExpressről rendeltem, kerek 10 dollárért, olyan 3000 forint és 24 voltot képes leadni. A súlyából ítélve ez valami nagyon-nagyon gagyi kapcsolóüzemi tápegység lesz, de szerintem erre megfelel. Illetve arra, hogy kipróbáljak vele néhány régebbi döglött laptopot megindítani. Lehet szétnézni, kíváncsi, hogy mi van benne. Ha megnéztek, ez csavarokkal van összerakva, úgyhogy szét is lehet szedni. Na, szedjük is szét, és nézzük meg, hogy milyen laptop töltőt nem szabad venni, hogyha üzemi használatot szeretnétek venni, mert ezek a laptop töltők általában nem hozzák azt a teljesítményt, ami rájuk van írva. Meg hát gondolom ez a CL meg egyéb jelölés is csak kamu rajta, legalábbis általában kamu szokott lenni. De most megnézzük, mi van benne. Gyanúsan nagyon könnyű, tehát nincsen súlya. Ami szerintem lesz benne, az egy egyszerű kapcsolóüzemi tápegység, valami minimális védelemmel, vagy azzal sem, úgyhogy nézzük meg! Aha! Ebből már látom, hogy ez kapcsolóüzemi lesz. Itt van elválasztva a nagy feszültségű, kis feszültségű rész. És megfordítjuk. Tadám! Szabvány, kapcsolóüzemű tápegység. És kis ledekkel ki van vezetve az, hogy éppen mekkora feszültségen üzemel. Ez még nem volt bekapcsolva, tehát ez vadonatúj, így ahogy van. Hát az összerakás minősége az úgy elmegy, picikét botrányos. Tehát én szoktam
nézze meg ezt a beültetést, gyönyörű. Én szoktam ilyen béna dolgokat művelni, most... De, ez szörnyű. Na mindegy. Igazából, ja... Nem mondom, hogy tartósan használnék róla egy számítógépet. Főleg úgy, hogy... Igazából nincs rajta semmi. Ez még földelve sincsen, basszus. Ha megnézitek, látjátok? Be van kötve a föld. És nem két oldalas nyák van benne, hanem egy oldalas. Ez itt a földelés. Itt árválkodik magában. Ennyi. Szóval, nem ajánlom, hogy ilyet vegyetek. Sőt, nagyon nem. Ha már egyszer úgyis a gépetek bánhatja. 5000 forintos laptopot persze, simán. 3000 forint majdnem a laptop ára. De amúgy igazából maximum ilyen kis tápegységnek jó, de... Hogy én nem hajtanék róla semmit, tartósan az is biztos. Na de! Szerintem ezt én tovább nem boncolom, mert... Igazából... Most már gyárlókupos vagy az ilyen? Nem, ez ilyen. Igazából semmi extra nem látunk benne. Itt van egy egyenirányító, puffer kondi, itt van a tranzisztor, ami szaggat, itt van egy tekercs, optócsatoló, tulajdonképpen itt az kis IC, ami vezérli, itt van a feszültségváltó, itt egy puffer, itt egy átkötött valami, itt egy tekercs, ami át van kötve, egy kondi, ami hiányzik, és kész, ennyi. Rakjuk is össze, aztán foglalkozunk szépen a feszültség szabályzóinkkal. Nos, be van dugva a tápegységünk, most pedig szépen bedugjuk a kis DC-DC konverterünket, és kész! 6,1 volton áll jelenleg a kimenet, 24,8 volton a bemenet. Hát ennyit arról, hogy pontos 24 voltot ad a tápegység, de hát ez számíthatunk rá. Most pedig elkezdjük csavargatni a potmétert, hogy lássuk, hogyan működik. Szépen megy lejjebb, 5 volt, ennyi. Közben cseréltem egy fejet, hogy egy picikét jobban beleíjjen ebbe. Tekerjük fölfele. Maradj benne. 8 volt, 9 volt, 10 volt, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24,2. 5 tized voltot körülbelül, 6 tizedet csal, illetve hát elfogyaszt magának. De azt hiszem egész jó. 6 tized voltot fogyaszt, legalábbis most így üres járaton, 5-6 tizedet. Annyit esik a feszültség, amíg átér innen ide, ugye sok minden van közötte. És 24 volt a lengyel max feszültség, amit el lehet vele érni. Ez nem is olyan rossz. 88% hatékonyságot írnak a leírásában AliExpressen. Azonban ahogy elnéztem az interneten, nálam okosabb villamosmérnök emberek megállapították, hogy olyan 70 és 85% között van, attól függ melyik darabról van szó, tehát ilyen ad hoc módon ahogyan is sikerült összerakni. De lényeg az, hogy szerintem arra, amire nekem kell, tökéletesen elegendő lesz, és 1,67 dollár, és szerintem nem kell többet várni. Na de kérdezhetnétek, hogy Tomi, milyen istennek kell neked ez? Mondjuk mondtam már, hogy azt a tápegységnek, de miért ilyen hülyén kinéző modulokat vettél? Hát hülyén néz ki, bele kell tenni egy jó kis házba. És itt jön a képbe a 3D nyomtatás. Nyomtattam nekik egy kis dobozt, ami egy egyszerű kinéző kis doboz, itt lesz a két darab kijelző, itt meg a két darab potméter, nem olyan potméter, hanem ilyen potméter. Emellett ki kell még vezetni a kapcsolókat is, mind a kettőt, azt pedig az oldalára terveztem kivezetni, ide a csatlakozó, pont ez, ide pedig be fog kerülni ez a kis kapcsoló. Picikét még reszelni kell rajta, mert a nyomtató nem teljesen pontos, meg ezt a legrosszabb felbontáson nyomtattam, hogy gyorsan kinyomja, meg hát nem kell olyan nagyon fancy-nek lennie. Mint látjátok, itt van egy kis furat, itt pedig egy ilyen kis pad-szerűség, ide lesz berakva két mikrokapcsoló, ez lesz ide rögzítve a furatba, és ahogy ezt így szépen jobbra-balra
lenyomom, mindig az egyik gombot megnyomja. Tehát lesz egy kapcsoló rajta. Emellett pedig a csatlakozását megoldandó, ez a hangfal csatlakozó lesz a elejére rászerelve. És ezzel a kis burkolattal lesz ellátva, hogy jól nézzen ki. Emellett van egy hátlapja is a doboznak, ami a picikét megvetemedett, de ezt majd a hőlégfúvós pálkával szépen visszamelegítjük, hogy egyenes legyen. És ez jön ide a hátuljára. Forró ragasztóval ragasztom be a kapcsolókat. Ehhez már behelyeztem őket, és egy picikét is forró ragasztót teszünk ide. Így. Mondom picit. Oké. Tökéletesen működik. Egy picikét faragni kellett rajta sajnos, de ez azért volt, mert sajnos a nyomtatóm az ilyen pici méretben, ekkora felbontása nem tud pontosan nyomtatni, de mivel lusta voltam sokat várni rá, és mivel nem egy kiállítás darab lesz, hanem csak egy asztali kis tápegység, jó lesz. Jaj, meg kifúrtam, mert itt hiányzott egy luk. Akarom mondani furat, de ez luk. Ahhoz azonban, hogy tudjuk állítani a feszültséget, le kell róla szerelni a potmétert, és néhány kábellel meg kell toldani, hogy elérjenek ezekhez. Úgyhogy ezt innen levesszük, ide ráforrasztjuk a kapcsolóhoz a külső kapcsolókat, és a kimenetet kivezetjük az előlap csatlakozóra, a bemenetet pedig erre a csatlakozóra, csak ezt majd bekötjük mind a kettőbe, és beszereljük még a házba. Csak tesztként kipróbálom, hogy működik-e. Picikét érdekes mondom, potméter közepén érzékel csak. Egy olyan 90 fokon, 100 fokos fordulaton. De ugyanakkora, mint az eredeti potméter, jó lesz ez így, működni fog, nem probléma. Egy picit majd óvatosan kell mozdítani a finom hangoláshoz. Picikét levágtam a csatlakozót, hogy jobban elférjen, meg kicsit szebb legyen, és ide fogom ragasztani. Nem csavarozom, mert fölösleges szerintem, ide fogom ragasztani, és mivel most nincsen itt fény, neki kellett húznom a LED lámpát, mert annak a csatlakozója kell a forróragasztó pisztolyhoz, úgyhogy ezt most gyors megcsinálom, aztán utána lesz a világítás újra. És a kábeleket eltakarjuk, ezt ragasztjuk rá. Beszereltem a tápegység dobozába a tápcsatlakozót, itt már picikét még le kell csiszolni, mert picikét ki kell tágítani a fületát. Beszereltem a két kis ablakot, amin keresztül majd látni lehet a kijelzőt. Még le kell őket pucolnom a pillanatragasztónak a fehér szmötyjétől. És most fogom belerakni szépen a két darab DC-DC konvertert. We'll be right back.
Csodálkoztam, hogy miért nem működik a felső gomb. Na vajon mi lehet a hiba a képen? Na? Kitalálja ki. Én még várok. 3, 2, 1. Nincs bekötve. Ups. Szépen működik, ahogy kell. Mind a kettő állítható. Még nincsenek lecsavarva az a pot, mint az életjögnek. Tökéletes. Feszültség van-e? Tökéletes. Megnézzük az alsót. Szintén tök jó. És így könnyen bármilyen kábelt be tudok dugni, bármilyen csatlakozóval. És egy ilyen kellemes kis hasznos eszköz lesz nekem itt a műhelyasztalon. Na, rakjuk össze hátulját is. Egy picit meg kell melengetni, mert egy kicsit meg van vetemedve. De van erre egy nagyon jó kis hőlékfúvós pákám ott. Miközben megfújattam egy kis forró levegővel, lemerült a kamera, úgyhogy picit itt vágtam, de most már szögegyenes az egész tető, és tök jó lesz. Most pedig fogjuk a darabunkat, szépen lerakjuk, a picit eldől. Eldől. Nem tettek róla? Ki volt az a hülye, aki ezt megtervezte most, hogy őszintén? Na, és ez még leesik. Tehát fogjuk ezt ide, szépen rátesszük, és 3 darab csavarra rögzítjük. Egyre jobb vagyok, 4 darab csavarra rögzítjük. Mint lagyotok, eltűnt a sör. Találtam hozzá 2 viszonylag hozzáillő kis tekerencsüt. Ezek jó kilógnak előre, de szerintem nem olyan vészes. Nem is olyan rossz. Na, elhoz az eredetije is, ugyanis ezek monitor potméterek voltak. Egy régi CRT monitornak a potméterei. Hozzávaló kis gombokkal. Végül is. Mindegy, más most éppen nincsen. És már csak be kell dugni. És működik. Ja. És kész van az asztali tápegységünk. Azért ilyen a formája, hogy fogjam, és be tudjam tenni ide. Így. És nem foglal sok helyet az asztalon. Viszont teljesen jó használható. És hogy mibe kerül egy egyszerű kis tápegység, mint ez? Most tulajdonképpen 3 dollár volt a 2 darab tápegységmodul, az olyan 900 forint körül van, emellett a tápegység volt 10 dollár, és igazából a többi kiegészítő darabot azt mind bontásból szereztem, ezt valami erősítőből szedtem ki, ezek monitorból vannak, a többi az meg mind bontott kábel, csatlakozó izé. Megterveztem a kis dobozát, úgy helyjel közel nagyjából, kinyomtattam, és kb. Ennyibe került nekem az egész művelet. Azt hiszem, ezt a projektet sikeresnek tekinthetjük. Elkészült, tökéletesen működik, és még egész jól is néz ki, már egy műhely szinten. Ez a kínai tápegység, ez eléggé melegszik 24 volton, pedig semmilyen terhelés nincsen rajta. Laptop töltőként vettem, de szerintem nem alkalmas erre. Már így szó szerint forró. Úgyhogy a következő videóig... Tomi, mikor lesz trabantos videó? BOOM HEADSHOT! BOOM HEADSHOT! BOOM HEADSHOT! Szóval a következő videóig iratkozz föl, lájkolj Facebookon, és... vagy valami hasonló lesz, vagy trabant. Bár általában inkább trabant mostanában. Na, sziasztok! Szóval, iratkozz fel a csatornámra, lájkolj Facebookon, és tovább... Kedvelem, hogy mi sem azt mondtam.
Kapd be! Jó, mennyire p***a? De minden csináltam neked egy jó endinget, na. Jó.